kutyákkal gyalogosan járőröznek a rendőrök a szekszárdi Garai téren. Néhány napja ez egyáltalán nem ritka látvány. A Tolnai megyeszéken ugyanis már így is teljesítenek szolgálatot az egyenruhások. A cél, hogy a helyiek minél nagyobb biztonságban érezzék magukat. Több alkalommal is találkozhatnak az emberek itt a Garai téren, Béla Király téren, illetve a buszpályaudvar vonatkozásában kutyás gyalogos járőrszolgálattal, illetve ezt kiegészítjük még egy gyalogos párossal, aki fixen mozog itt a Garai tér és a buszpályaudvar között. Az intenzívebb rendőri jelenlétnek pedig kézzelfogható eredményei is vannak. Néhány nappal ezelőtt mindössze pár óra alatt ugyanis 6 körözött szemét is elfogtak Szekszárdon. Többnyire ezek a körözött személyek egyébként a büntetés végrehajtási intézet kereste őket, tehát nem kezdték meg a büntetésük letöltését. Ebben működtünk mi közre, illetve kerültek elfogásra a személyek, valamint a járásbírósági elfogató parancsok alapján pedig őrizetbevétel történt. A rendőrségi intenzív jelenléte Szekszárd forgalmas közterületein a Tolna megyei rendőrfőkapitányság és a megyei jogú város kapitányságának összefogásával valósult meg.